amikor az első könyvem megjelent, akkor én egészen biztos voltam benne, hogy a mi családunk története, az csak a mi családunknak lehet érdekes. Viszont annyian mondták, hogy higgyek benne, hogy ezt érdemes lenne kiadni, hogy végül is beadtam a derekam. Zékis Adrián és férje Zékis Zalán, két kisfiú szülei. Adrián az elmúlt évek során több szemléletformáló mesekönyvet is írt, melyek fő inspirációja családjuk, főként nagyobbik fiúk, Csongor. Csongi, a nagyobbik fiam 12 éves, nem csak autizmussal, hanem ADHD-val és középsős értelmi fogyatékossággal él. Az, hogy nem beszél, leginkább ezt szokták elsőre észrevenni, hogyha ő valahova megérkezik, de ő azért ennél sokkal komplexebb, mint hogy mondjuk egy nem beszélő autista címkével ellássuk őt. Ő 12 éves, energikus, végtelenül vidám és szerintem boldog gyermek. Csongi kedvenc tevékenységei között ott van a zenehallgatás és a festés, de ezek mellett nagyon szeret a természetben is lenni, ez pedig az egész család számára fontos program. Nekünk a fiaink lehet, hogy az átlagnál több dologban különböznek egymástól, de valamiért a kezdetektől sikerült nekünk szülőként segíteni őket abban, hogy megtalálják egymáshoz az utat, hogy szavak nélkül is igazi jó testvérek legyenek. A mesekönyvekkel Adrián mindig egy-egy jó ügyet támogat. Legújabb könyvével, aminek címe Varázslatos Dorombia, a Szikra Tehetséggondozó Egyesület munkáját szeretné segíteni. A Varázslatos Dorombiában egy cica országba invitálom a gyerekeket, és itt különleges dolgok történnek, többek között egy játék során dől el, hogy milyen családba, milyen kis cica érkezik. És a felnőttek egy ponton azt gondolják, hogy sokkal igazságosabb lenne, hogyha minden gyerek egyforma lenne, mert hogy könnyebb lenne az életük. És egy varázslat segítségével az összes gyerek egyformává válik. Először csak a külső tulajdonságaikat veszik észre az emberek, de aztán szépen sorban kiderül, hogy milyen az, hogyha a belső tulajdonságaink is egyformák. És tulajdonképpen a mesémben a felnőttek rájönnek arra, hogy senkinek nem kell megváltoznia, mindenki úgy jó, ahogy van, és ebben bízom, hogy amikor a mesémet olvassák majd a gyerekek, vagy a gyerekeknek, akkor ők is rá fognak jönni arra, hogy úgy szép a világ, hogyha ilyen sokszínű. Két évvel ezelőtt fogadtuk örökbe az Illatos úti menhelyről a cicánkat. Annyit kap tőle a családunk, a gyerekeim, mind a két gyerekem, hogy adott volt, hogy róla szeretnék mesét, vagy hogy ő is inspirálta abban, hogy cicák legyenek a mesén főszereplői. Azt gondolom, hogy a szemléletformáló mesékkel kapcsolatban van egy picikét téves nézet az emberekben, hogy a szemléletformáló mesék kizárólag annak segítenek, akinek vagy a közvetlen környezetében, családjában, vagy ismerettségi körében van egy fogyatékos, másképp fejlődő, különleges ember. Ezzel ellentétben az én nézetem az, hogy mindenki nyer azzal, hogyha kicsiként rávilágítanak neki arra, hogy sokan sokfélék vagyunk, nem egyfajta boldogság létezik, mert ha ezt piciként magába szívja, akkor felnőttként egy sokkal elfogadóbb ember tud lenni. Elfogadóbb emberek elfogadóbb társadalmat jelentenek, és azt gondolom, hogy ezzel mindannyian nyerünk.